Augusztusra elkészülhet a csúszdapark. Gőzerővel dolgoznak a szakemberek a 176 milliós beruházáson. Halálos baleset a 47-esen. Rosszul lett a sofőr, aki a frontális ütközésben a helyszínen életét vesztette. 45 fok volt ma a belvárosban, napi 3-4 liter ásványvízzel és napvitorlákkal védekeznek a hőség ellen vásárhelyen. Köszöntöm a Vásárhelyi Televízió nézőit, a híradót látják, Borbás Ildikó vagyok. Ha nem is látványos, de nagyon jelentős fejlődést ért el az elmúlt 4 évben a jelenlegi városvezetés a pénzügyi stabilitás megteremtésével. Erről Hódmezővásárhely új alpolgármestere beszélt Időben című műsorunk mai felvételén. Gyöngyösi Ferencnek a pénzügyi bizottság elnökeként is volt rálátása a város anyagi helyzetére, de azt is mondja, a számok bárki számára hozzáférhetők. Azt gondolom, hogy a pénzügyi stabilitása megvan a városnak. Nagyon sok önkormányzat kerülhet bajba, most ugye válság van, és az energiaárak megtöbbszöröződtek, tehát háromszoros árat fizetünk a gázvillanyért, illetve a korábbihoz képest, illetve a munkabérek és annak terheinek a megnövekedett költsége, valamint a hitelkamatok költsége, az összesen számításaink szerint kb. 800 millió forintos többletköltség Hódmezővásárhelynek ebben az évben, mint tavaly volt. De stabil az anyagi helyzete a városnak, úgyhogy azt gondolom, hogy mi még nem panaszkodhatunk ilyen téren, mi helyt fogunk tudni állni. 12%-kal nőtt tavaly Hódmezővásárhely gazdasága. A városnak 2021-ben 3 milliárd 285 millió forint adóbevétele volt, 85 millióval több, mint 2020-ban. A helyi iparűzési adóból befolyó bevétel még úgy is nőtt 40 millió forinttal Vásárhelyen, hogy a kis- és középvállalkozások adókedvezménye miatt közel 500 millió forint esett ki. Erről a tegnapi közgyűlésen beszélt Kuruc Roland, a közgazdasági iroda vezetője. A helyi adóbevétel növekedés ráadásul úgy teljesült, hogy közben 2020 óta nem az önkormányzat, hanem az állam kasszáját gyarapítja a gépjárműadó, illetve a helyi építményadó 2018-ig, és az azt megelőző esztendőkben milliárdos vagy még annál is nagyobb tételt jelentett. 2019 óta ez az adónem csupán 700 millió forint körüli összeget hoz a konyhára. Egy idős férfi meghalt, amikor autójával frontálisan ütközött egy szemből érkező teherautóval a 47-es főúton Hódmezővásárhely határában. Értesüléseink szerint a sofőr rosszul lett, ezért tért át a szemközti sávba. A teherautó vezetője könnyű sérüléseket szenvedett a balesetben. A helyszínre mentőhelikopter és tűzoltók is érkeztek. A műszaki mentés idejére az érintett szakaszt lezárták, a forgalmat elterelték. Alkatrészek az aszfalton és egy fákkal megpakolt teherautó a töltés oldalban. Frontálisan ütközött egy orosháza felé tartó személyautó és egy nyerges vontató a 47-es főúton. A piros kocsi a felismerhetetlenségig összetört a balesetben, az autó orra szinte teljesen eltűnt. A jármű idős sofőrje a helyszínen életét veszítette. Egy személyautó és egy tehergépjármű ütközött össze. A szegedi mentés irányítás több mentőegységet és egy mentőhelikoptert is riasztott a helyszínre, ahol a bajtársaim két sérültet találtak. Az egyik őjük sajnos olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy nála az újraélesztésre sem volt remény. A másik sérültet pedig könnyebb sérülésekkel, zúzott, horzsolt és vágott sérülésekkel látták el a helyszínen, majd ezt követően szállították kórházba. A teherautó a becsapódás erejétől átszakította a szalagkorlátot és csak a gabonatáblában állt meg. Információink szerint a piros autó sofőrje rosszul lett és áttért a szemközti sávba, ez okozhatta a frontális karambolt. Délután egy óra előtt pár perccel érkezett a segélyhívóra, jelzés miszerint súlyos baleset történt a Hódmezővásárhelyt elkerülő 47-es úton. Egy farönk szállító teherautó, illetve egy személyautó ütközött a balesetben. A szegedi főgyelet azonnal riasztotta a Hódmezővásárhely, illetve a szegedi egységeket. Kollégáim a helyszínre érve elsőként
kiemelték az egyik sofőrt, akinek már sajnos a holttestét tudták elmenni a roncsok közül, a gépjárműveket pedig áramtalanították. A 47-es főút érintett szakaszán teljes útzár volt érvényben a mentés és helyszíni szemle idején. A forgalmat a Mártéi úti és Bodzási úti körforgalmakban elterelték. Akár 40 fokig is felhúzhat a főmérő higanyszála a héten, ezért mindent meg kell tennünk azért, hogy elviselhetőbbé tegyük a kánikulát. Az orvosok elsősorban arra figyelmeztetnek, hogy folyamatosan pótoljuk a folyadékveszteséget, ugyanakkor csak nagyon indokolt esetben végezzünk kinti fizikai munkát. A hőség ellen azonban a szabadban is lehet védekezni, Hódmezővásárhelyen például napvitorlákat szereltek fel a Hódtói pihenőparkban. Néhány perc alatt 41 fokig kúszik fel a hőmérő higanyszála a napon Hódmezővásárhely központjában. Szerencsére a kicsik gyorsabban le tudják hűteni magukat, de az idősebbeknek figyelniük kell arra, hogy minél kevesebbet tartózkodjanak a napon. Az idősek, gyermekek, terhes kismamák, krónikus betegek különös tekintettel a szív- és érrendszeri máj- és vesebetegekre, hogyha lehet, minél kevesebbet tartózkodjanak kint a melegben, próbáljanak napközben hűtött szobában, hűtött intézményekben bent tartózkodni. Jó tanács, hogyha van olyan ismerősünk, szomszédunk, barátunk, aki esetleg ilyen betegségben szenved, és ebben az időben segítségre szorul, akkor legyünk rájuk figyelemmel. Nagyon fontos, hogy megfelelő mennyiségű folyadékot fogyasszunk ilyenkor. A napi 3-4 liter víz hőségben átlagos mennyiségnek számít. Azért ne ígyunk meg mindent ilyenkor, ami folyadéknak számít. Célszerű kerülni az alkoholos, koffeines és cukros italokat, az egyszerű csapvíz tökéletesen megfelel, esetleg gyümölcslevek hígítását szoktuk ajánlani. Ionpótlás tekintetében a kálium, kalcium és magnézium fogyasztásra célszerű mindenképpen figyelni. A szabadban pihenni és szórakozni vágyók számára védettséget jelentenek azok a napvitorlák, melyek védik a naptól őket és a játszóeszközöket. Ezeket az árnyékolókat nemrég szerelték fel a Hódtói pihenőparkban. Melegük van a növényeknek is. A köztereken kihelyezett virágokat ezért minden nap locsolják a HMS munkatársai. Augusztus első hetében nyithat a 176 millió forintból épülő csúszdapark a Vásárhely és Strandon. A Török Sándor strandfürdőt érintő nagyberuházásban a vízgépészet mellett egy 55, egy 17 és egy 9 méteres élményelem létesül a nyári szezon második felére. Jelenleg a szivattyú akna vasbeton szerkezetén és a csúszdák tartóvázán dolgoznak a munkások. A csúszdapark fém szerkezetén dolgoznak, kosaras emelőből a munkások a Vásárhelyi Strandon. Augusztus 1-től 3 különböző élményelem várja majd a látogatókat a komplexumban, amelyek a vásárhelyi működtető cég 176 millió forintos beruházásából valósulhatnak meg. Csütörtökön a vízforgató szivattyú vasbeton aknáján is dolgoztak a szakemberek, 4 hét múlva már indul a próbaüzem. Mint a képen is látható, ha bárki ránéz erre a területre, akkor már azt mondja, hogy belátható időmből, hogy tényleg csúszda lesz, és csúszdázhatnak az érdeklődők. A mai kooperációs egyeztetésen elhangzott, hogy a jelenlegi munkálatok ütemét figyelembe véve július utolsó hetében megtörténhet a terheléses próba, ami azt jelenti, hogy akkor már vendégeket is odaengedünk, és megnézzük, hogy mit bír a rendszer, és ha ez tényleg rendben is lesz, akkor augusztus első hetétől már normál üzemmel működhetünk. A hátsó medencék nem üzemelnek, olvasható a sétányon kifüggesztett feliraton. Ezek a gyermek és termálmedencék is már felújítva, vízzel feltöltve várják a látogatókat, akik péntektől vehetik majd újra igénybe őket. Látható, hogy egyes medencék már föl vannak töltve, mert péntektől részleges üzemmel elindítjuk ezt a hátsó teret, tehát holnap érkeznek azok a kerítés elemek, amelyekkel nagyon jól le tudjuk majd választani az építési területet. Ez megfelelő hálós burkolást kap, amely fogja a port is, valamennyire a zajt is, és a látványt sem fogja a vendégek elé tárni. Így a meglévő hátsó gomba, illetve a gyerek kis csúszdás medence, illetve a mellettünk lévő ülő gyógymedence üzemelni fog elsejétől az ígéreteink szerint. Közben a kempingfejlesztés második ütemével is halad a kivitelező. A mobilházak, sétányok és utak szeptembertől várják majd a látogatókat a strandfürdő Tóaj utca felüli bejáratánál. Ugrai Pannát is beválasztották a Magyar Élet- és Vízimentők női csapatába. A hódúszóese fiatal tehetsége olyan neves sportolókkal fog szerepelni, mint Jakabos Zsuzsa és Verasztó Evelin. A két hét múlva kezdődő világjátékokat az olimpiához hasonlóan 4 évente rendezik meg, amit idén az Egyesült Államokban tartanak.
A nem olimpiai sportágak multisport eseményén Birminghamben több mint 100 ország 3600 indulója vesz részt 34 sportágban. Magyarországot 17 sportágban 58 versenyző képviseli majd a 11 napos különleges sporteseményen. Modern és klasszikus dallamok is felcsendültek a 13. regionális katonazenekari fesztiválon Hódmezővásárhelyen. A rendezvénnyel, amit a honvédség a pandémia miatt két évig nem tudott megtartani, a lakosság és a katonaság kapcsolatát szeretnék szorosabbra fűzni. A Kossuth téren kezdődött el a Délalföldi Regionális Katonazenekari Fesztivál. Az eseményen részt vett a Hódmezővásárhelyi mellett a kaposvári, valamint a szentendrei helyőrségi zenekar. Tóth István ezredes a koncert kapcsán elmondta, hogy a katonazenekar egy fontos kapocs a honvédség és a lakosság között. Idén 13. alkalommal rendeztük meg a Regionális Katonazenekari Fesztivált Hódmezővásárhelyen. Amit a rendezvényről tudni kell, hogy ez a város és a magyar honvédség közös rendezvénye, tehát közös a szervezés, illetve a végrehajtásban is mindkét fél kivette a részét. Az idén 3 katonazenekar lépett fel a Kossuth téren, a 5-ös dandár Hódmezővásárhelyi helyőrségzenekara, illetve a vendégzenekar Szentendéről, valamint Kaposvárról. A rendezvényen, ahol klasszikus és modern dallamok is felcsendültek, Márkizai Péter polgármester mondott nyitó beszédet. Hódmezővásárhelyen különösen büszkék vagyunk Hódmezővásárhely városának és a Magyar Honvédségnek a régi és jó kapcsolatára. Érdemes megemlíteni a laktanyában zajló fejlesztéseket, most éppen egy kápolna épül, ezt, hogyha 47-es úton közlekedik valaki, akkor maga is láthatja. A honvédség nagy várakozással készült a regionális katonazenekari fesztiválra, hiszen az elmúlt két évben a pandémia miatt nem tudták megrendezni. Repertoárjuk azonban ebben az időszakban is bővült, így a változatos koncert nagy sikert aratott a vásárhelyiek körében. A Vásárhelyi Televízió híradóját látták a Folytatásban időben című hírháttér műsorunkban. A város új alpolgármesterével, Gyöngyösi Ferenccel Kozó Attila beszélget. Híradóval pedig csütörtökön 17:30 perckor jelentkezünk legközelebb. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!